Sziasztok, én Barna vagyok, és ez itt a Facebook mentéseim következő része, amiben érdekes vagy vicces képeket, cikkeket, videókat fogok nektek bemutatni, úgyhogy tartsatok velem! Ez a kép, ez így... Tesó, dönts már el, hogy látszani akarsz-e vagy sem. Hát igen, ez érdekes egy kombó amúgy, hogy katonai gatya, megláthatósági mellény. Nagyon jó. Biztos sokatok ismeri Sünt, ő egy videós. A stíl igazából egy villás targonca márka, szóval amikor azt mondod, hogy stílbe vagy, tulajdonképp a szakmunkás jövődet vízionálod. Ez nagyon hülye, hogy nagyon bírom a kiírásait, a talos forma. Erre a dologra csak azt lehet mondani, hogy egy miért? Ekkora hülyeséget. Jaj, ez be is fordul. Filmekben vagy sorozatokban biztos ti is láttatok olyat, amikor így egy nagyon kis gyerek, tehát egy nagyon kicsi gyerek gimnáziumba vagy egyetemre jár, vagy hasonló, és ez ténylegesen létezik a való életben, nem azt mondom, hogy nem volt eddig, de most végre van egy cikk róla, amit be tudok mutatni. Ez a srác 11 éves és szerves kémiát hallgat az egyetemen. Ahhoz hamar hozzá lehet szokni, hogy az osztályban vannak okosabbak, de azért az már más szint, ha ez valaki egy 11 éves gyerek az egyetemi osztályodba. Amúgy tényleg ez milyen furcsa lehet, hogy ő 20 évesen az egyetemen, és akkor így 11 éves gyerek így ott ül melletted, és veled együtt tanul, tehát tényleg nem furcsa lehet. Daniel egyébként középiskolás, 11 évesen, de alkalomszerűen egyetemre jár, hát, ja. Amúgy már ösztöndíjat is nyert, amikor Obamával találkozott. Wow, még Obamával is találkozott. Vicces kép. Amikor anyukád azt mondja, te vagy a leghelyesebb fiú, én meg köszi anya, te vagy a legjobb anya a világon. Ez az a cikk, amit így megláttam, és így ne, úgyhogy tudja, hogy ti is ilyenek lesznek. Nézze csak, szóval akkor ezért volt valahonnan ismerős a Facebook logója. Hát igen, elég furcsa, azt kell, hogy mondjam. Egy népszerű elmélet szerint Zuckerbergéket egy rajzfilm elkapott pillanata inspirálta, a már a világszerte szinte mindenki által ismert logó elkészítésekor. Hát lássuk is, hogy melyik is volt ez a rajzfilm, és tuti, amint bemutatom, mindenki úgy fog reagálni, mint én, amikor először megláttam, hogy na ne, hát ez nem áll, tényleg, óóóó. Shrek. Ja, Farquaad nagyúr címere. Durva, mi? Mik vannak? Még azt is írják, hogy az elméletre még az is így ráerősít, hogy a Shrek első részét 2001-ben készítették el, a Facebook pedig 2004-ben alakult, szóval, hogy... 9G-es kép. A Föld nagysága, a Jupiter nagysága, és annak a nagysága, amikor egy barátod azt mondja, hogy kaphatnék egy harapást. Hát tényleg, körülbelül tényleg ilyen. Battlefield 1. Most ezt nem akarok hülyeséget mondani. Nem tudom, hogy ez hivatalosan benne van a játékban, én úgy tudom, hogy elméletileg igen. Gyakorlatilag egy icike-picike pisztolyt csináltak, és annyira viccesen néz ki. Itt is van róla egy gif. Figyeljétek a kezét. És képes megölni vele egy embert is akár, hihetetlen. Olyan hülyékezik. Szatalmas. Amikor végre kényelmesen elhelyezed magad az ágyba, de rájössz, hogy pisilned kell, hát ja. Szerintem ez a videó, amit lehet, hogy a legtöbbetek látott, nagyon sajnálom a fickót. Igazából tök furcsa, tehát hogy voltak felhelyezve ezek a tévék, hogy így ledöltek? Tehát, hogy... Szóval arról van szó, hogy a srác megy, és igazából csak meg akarja nézni a tévét, és az úgy eldől, csak ugye még hátra is, és még azok is eldől, tehát 4 darab hajlított ilyen 4K-s tévét döntött le, és ráadásul meg az üzletvezető is mindjárt kiakad, ugyanvagy jó, hagyjad, mindjárt megnézem, és így meglátja, tehát egy, szegény, esküszöm, sajnálom, csóri. 1.700.000 forintos kár, hát igen, egy rossz mozdulat. Biztos sokatok szereti a Hawaii pizzát, ugye amire ananász szoktak tenni. Na már most Svédországban mondhatni a Hawaii pizza
Nem ananász van rajta, hanem banán. Wow, milyen király már. Egyszer ki kéne próbálni. Külföldön vannak az ilyen sporteseményeknél ez a csókamera, ugye amikor így ráviszik a nézőtérre valakikre, és akkor csókolóznia kell két embernek, attól függetlenül, hogy idegenek, vagy ilyesmi, és hát egy fickó ezt a dolgot így ki is trókotta. Ez persze mindenki erre megtapsol. Tök jó. Nos, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Én Barna voltam, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!